Eseménydús évet zártak a József Attila könyvtárban. Betegőrző monitorokat kapott a Dunaújvárosi mentőállomás. Évet zárt a Dunafer Sport Egyesület. Üdvözlöm Önöket, ez a Dunaújváros Televízió híradója. Ezúttal visszatekintünk az elmúlt időszak fontosabb híreire is. Eseménydús évet zártak a József Attila könyvtárban. A könyvbemutatók, találkozók mellett a gyermekkönyvtár munkatársai is színes programokkal várták az érdeklődőket 2019-ben. Tóth Éva intézményvezetővel beszélgettünk. A Dunaújvárosi József Attila könyvtár számos programot szervezett az év során gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az intézmény nem egyszerűen lehetőséget biztosít a kötetek kölcsönzésére, hanem közösségi térként is funkcionál. A rendezvények sorában nagyon különleges volt még a könyvtér rendezvényünk. Ez olyan szempontból is fontos, hogy ez itt nem csak a könyvtár ajtaját nyitjuk szélesre, hanem megfordítjuk a dolgot. A könyvtár kiköltözik erre a napra a könyv a térre, a Városháza terére, és ott kézműves sátrakban, illetve könyvtári sátorban beiratkozással és egyéb játékokkal, rendezvényekkel várjuk a látogatóinkat. Természetesen itt színpadi programok is vannak. Tóth Éva, az intézmény vezetője hozzátette. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a legfiatalabb korosztályról is megszerettessék az olvasást. A gyermekkönyvtárban ugyancsak egész évben zajlottak érdekesebb programok. A Benedekelek 160 éves évfordulójához kapcsolódóan volt mese délután, mesemondó verseny, különböző interaktív foglalkozások, a délelőtti foglalkozások az iskolásoknak. A Dunaújvárosi József Attila könyvtár az új évben január 2-től megszokott nyitvatartás szerint várja látogatóit. Az év első napjaiban is különböző előadásokkal várják a kultúra kedvelőket a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában. Január 3-án az Elnémulás, 4-én és 5-én a Tiéd a világ, 6-án a Lilium, valamint 7-én a Portugál című darabot tekinthetik meg az érdeklődők. Mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött a Dunaújvárosi mentőállomás vezetői, munkatársai. A mindennapos életmentéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő felszereléssel rendelkezzenek a mentőautók, éppen ezért 2 darab betegőrző monitorral bővült az eszközpark. A Dunaújvárosi mentőállomás épületében köszöntötte Reszegi Imre Fejér megyei vezető mentőtiszt Pintér Tamás polgármestert, Orosz Csaba önkormányzati képviselőt, bajtársakat és meghívott vendégeiket az átadó ünnepségen. Az eseményen egy perces néma csenddel emlékeztek meg a puszta Szabolcson megsérült mentőgépkocsi vezetőről, Korpádi Csabáról, aki néhány napja életét vesztette. Kérem, hogy egy perces főhajtással áldozunk az emlékének. Reszegi Imre elmondta, a Dunaújvárosi mentők évente körülbelül 8000 beteget látnak el. Dunaújváros mentőállomás Fejér megye második legnagyobb állomása, közel 8000 beteget látnak el évente, és örömmel mondhatom, hogy ez a 8000 fő úgy került gyógyintézetbe, hogy a betegek és a sérültek megelégedésére. Ez azt jelenti, hogy Dunaújvárosban súlyos panasz vagy feljelentés nem érkezett az elmúlt évben. A keddi eseményen a Dunaújváros és környéken 04 alapítvány támogatásával 2 betegőrző monitort kapott a helyi mentőállomás, amely megkönnyíti az orvosok és ápolók munkáját a mentőautóban. Orosz Csaba önkormányzati képviselő szerint az új készülékek a mentősök és a betegek számára is rendkívül fontosak. Képzeljünk el egy helyzetet, ugye kevés eszközzel, rossz körülmények között, akár egy veszélyeztetett helyszínen, rossz időjárási körülmények között nekik be kell avatkozni.
Olyan döntéseket kell hozni, ami azon is múlik, hogy neki milyen az eszközparkja, mi segített, mert ugye régen mi volt, amikor még nem voltak eszközök, hát ránézte, megvizsgálta, aztán próbálta minél hamarabb behozni, ugye, ha mondjuk a kórházba. De ezek az eszközök, amiket most is kaptak, ezek segítik folyamatosan a beteg állapotának felmérését, és egy kicsit megnyugtató magának a mentősnek is, hogy van egy pontos információm, ami segít majd a döntésben. És ez egy kicsit talán az ő életüket is könnyítheti, és nekünk meg esetleg majd a túlélésben segít, ha valamelyikünk ilyen helyzetbe kerül. Reszegi Imre hozzátette, a Dunajvárosi mentőállomás évek óta dinamikusan fejlődik, nemrég egy új mentőorvosi autót és esetkocsit állítottak szolgálatba. Elmondható, hogy országosan is az egyik legjobban felszerelt állomásként működik. Ünnepélyes keretek között zárták le a Dunafair Sport Egyesület vezetői, sportolói és munkatársai a 2019-es évet a lemezalakítóban. Az eseményen elismeréseket is átadtak a kiváló teljesítményt nyújtó sportolóknak. Sikeres évet tudhatnak maguk mögött a Dunafair Sport Egyesület birkózói. A szakosztály évzáróján a vezetők értékelték az elmúlt időszakot, és a kiemelkedő eredmények eléréséért járó díjakat is átadták. Pintér Attila szakosztályvezető beszélt az elmúlt évről stábunknak. Azt gondolom, hogy diák korosztálytól egészen a felsőbb korosztályokig minden versenyen kiválóan szerepeltek a versenyzőink, minden versenyen voltak olyan súlycsoportok, ahol első, második, harmadik helyezetteket adtunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden évben nem lehetnek világbajnokok, minden évben nem lehetnek olimpiai bajnokok egyes sportágnak a versenyzői, de én azt gondolom, hogy a maga szintjén a szakosztály megállt a helyét, és egyébként ha lassan is, de ugye az országos ranglistán is kúszunk előre. Ugye a célunk a 20. hely környéke volt, amit szerettünk volna elérni. Ugye tavaly a 23-24. helyen volt ugye az ESE, az idejében a 22. helyen zártunk. Sajnos a NB1-es kategóriában nem sikerült bekerülni, hát nagyon erős csapatok vannak, úgyhogy ebben még azért fejlődnünk kell. A szakosztályvezető a jövőbeni terveikről is beszélt. A birkózott centrum, amit Dunajos megyeugú város biztosít nekünk, az tovább fejlődik és tovább szépül, hiszen további pályázati pénzeket nyert el a birkózott szakosztály, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a jövő év elejétől a épületnek a legfelső szintje is teljes felújításon menjen keresztül, és további lehetőségek teremtődjenek arra, hogy még több foglalkozás, még több kurzus, tréninget tartsunk. Az évzáron átadásra kerültek azok a díjak, melyek a szakosztály versenyzőinek kiemelkedő eredményeiért járnak. Pintér Attila kiemelte, mindenkire büszke, aki öregbíti a szakosztály hírnevét. Köszöni a sportba fektetett időt és energiát, mely valamilyen formában mindenképpen megtérül. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a dstv.hu weboldalunkat, ahol újra megtekinthetik műsorainkat. Kellemes pihenést kívánok, a hét többi napján is tartsanak velünk. Viszontlátásra!